Lehetséges, hogy a magyar gazdaság azért stagnál, egész ez azért stagnál, mert nincsenek fiatalok. Gumminő! Gumminő! Több képzés, hogy minél több gyermek szülessen. Szerinted mennyivel nő a magyar népesség a Debrecen-Záhony közös képzésnek köszönhetően ma este? Ma éjszaka? Nem fog nőni. Nem? Csökkenni? Csökkenni sem fog. Bár mondjuk az inkább benne van. A taglécenet gondolsz? A magyar lakosság népessége. Szaporulat. Szaporulat, értem. Miért kérdeztél, hogy szerintem ez hosszú idő, hosszú folyamat, még itt egyáltalán növekedés fog beindulni. Igen, miért már pedzegették, hogy 50% már benne lenne, hogy ma este beinduljon a szaporulat. Nem soktam, de mindegy, egy igazi póker arc értem. Jó van. Pirájvi. Akkor tip? Benne vagyunk. Benne. Persze. Szerintetek a Magyarország lakossága a Debrecen-Záhony összevon képzésnek köszönhetően ma éjszaka mennyivel lesz több? Mennyivel növekszik? Hát körül kell nézni az arányokon. Ja. Körül kell nézni az arányokon. A szexet azt nem tudom. Milyenek? Hát olyan arányokon, a nő meg férfi arányon. Mintha több lenne a férfi, nem? Erről van szó. Az nem jó. Hát így van. És a gruppen szex ott meg nem növeli a gyerek áldást. És te mit gondolsz erre? Én családpárti vagyok, én gondolom, hogy nem fog növekedni. És fogyni? Fogyni, hát fogyás az még gondolom nem lesz. Fogyás az nem lesz. Nem lesz. Aktív népszaporulat, ha erre gondolsz. Nem fogy. Nem is fogy. Ja, fogyni fogy. Fogyni fogy ma? Ma éjszaka? Hát ma éjszaka. Mit tud? Hát valaki meg fog halni, biztos. Nem? Innetőlünk nem. Nem, tudom, hogyha valaki mondjuk a gyermekáldásra adja a fejét, mondjuk egy házas ember, és akkor a házastársa meg tudja, akkor lehet, hogy csökkenni fog a lakosság. Volt ugye ez a gazdaságpolitikai előadás. Igen. És ugye itt elhangzott, hogy itt a szaporulattal vannak, komoly gondok. Szerintetek ma éjszaka Magyarország népessége mennyivel nő a Debrecen-Záhony közös oktatás következtében? Közös oktatás következtében sem, mint a 0%. Szerinted? Nem hiszem, hogy ezért jöttek volna el a tisztségviselők, illetve nem elsősorban ezért, de ha a szaporulat növekedni fog a Debrecen és a Záhonyi közös oktatásnak köszönhetően, annak csak örülhetünk mindannyian. De fogyásra nem kell számítani, nyugtassatok meg. Semmiféleképpen. Fogyásra nem. Szerinted? Szerintem igen. Fogyásra. Lesz fogyás? Igen, szerintem ma, fogyás. Ma éjszaka? Hát szerintem ma is, akár. Hideg van. Az
az a baj, hogy a szobákba csajokat raktak francia ágyra. De abból nem lesz, hogy el, vagy ne, növekedés? Abból, ez az. Abból nem lesz növekedés. A férfiakat szintén francia ágyra rakták külön szobákba. Úgyhogy nem... az egy dolog a szobaelosztás, az nem kötelező érvényű, csak ajánlás. Ja, de azt senki nem mondta. De miért ilyen ajánlásokat csináltak? Mert hogy nem mi határozzuk meg, hogy ki kivel, ezt hadd döntsék el a tagjaink. Ráadásul azért van ez a szobaelosztás még, hogy itt a házasság jók nem bomoljanak fele miatt, de természetesen a népesség növekedését tudjuk támogatni, úgyhogy nem szolgáltatunk bizonyított tékot a bíróságoknak a házasságtörésre. Kérdezz Tapa lennél? Persze, szaporulatról. Hova? Szobányúl szaporulni. Várjatok! Ne! Egy gyors kérdés, egy kérdés meg kell, várjatok már meg egy picit, mert nagyon sötét van. Egy gyors kérdés. Szerintetek a Debrecen Zálony közös oktatás következtében mennyivel nő ma éjszaka Magyarország népessége? Minusban lesz. Szerinted? Nem fog nőni. Nem fog? Nem.